Lász Péter lépést reklamált. Padla, lőni kell, padla, gól! Vastus poén. Belül az utolsó fél percen Kovács megilleve, Orzsámie! Hoppá! Alacsony ez a kis rác 11-esben, akkor a gólt lőtt, kicsit szusszanunk, aztán folytatjuk a második féldővel. Nagy tiszteltel köszöntjük a Lécsem Televízió kedves nézőit, ahogyan tegnap említettem és megígértem, firkászokkal folytatjuk a heti sportos magazin műsorinkat itt a Lécsem Televízió stúdiójában. Sike Károlyjal és Sütő Gergővel. Sziasztok, fiúk! Szia! Szerbusz! Hey, szerbusz! Hey, jó! Már ez jó volt. Én azt gondolom, mindenek előtt és hagyjuk az angol kupa témát, de tegnap egy történelmi gólnak lehettünk szemtanúi. Varga Ferenc kollégánk megszerezte első angol kupás gólját. Szerintem egy tapsot megérdemelett a vezérlőben. Köszönjük, gratulálunk. Ugye a csapat sajnos nem nyert, de a lényeg az, hogy jót mozogtatok megint. Na hát akkor folytassuk itt a hétvégi sporteseményekkel, hiszen volt itt kézilabda, röplabda, az nem az, majd csak most lesz MEFOB, de arról majd jövő héten beszélünk. Vízilabda, kosárlabda, kézilabdával kezdjük. Időrendi sorrendben haladva, vagy elkezdve egy szerdai ligakupa elődöntő mérkőzésről, amelyen ugye az Orosháza volt ismét a vendég a körcsarnokban. Aki esetleg nem tudná, a ligakupa elődöntőnek első mérkőzését újra kellett játszani. Azok után, hogy 6 góllal vertük az Orosházát, műhiba miatt megóvták a meccset az orosháziak, és a Magyar Kézilabda Szövetség úgy döntött, hogy újra kell játszani a meccset. Újra játszották a felek, megint az Eger nyert, de ezúttal csak egy góllal, 26-25 lett a végeredmény. Hát gondolom, hogy mondanom sem kell azt, hogy melyik eredménynek örültünk jobban, és hát hogy mi a veszélye annak, hogy csak egyen nyertünk a korábbi 6-hoz képest, hiszen ugye csütörtökön visszavág Orosházán, és hát az egy gól az minden csak nem életbiztosíték. Fiúk, ti mind a ketten ott voltatok a meccsen, hogyan éreztétek magatokat, milyen volt a találkozó, és hát milyen tanulságai voltak ennek a 2x30 percnek? Ugye azt említetted, hogy az egy gól az nem életbiztosítás, számomra hat se lett volna az, tehát ilyen szempontból nyilván a győzelemnek az aránya nem mindegy, de azért ez a párharc még 6 gólos előny birtokában se gondolom, hogy lefutott lett volna. Azért Orosházán egy nagyon nehéz pályán kell majd helytállni a fiúknak. Hát ugye bebizonyosodott az, ami az elmúlt hetekben általában jellemző volt, hogy eléggé szűkösek a személyi lehetőségek, tehát a játékos keretben azért vannak hiányzók, akiknek a pótlása nem minden esetben zökkenőmentes. Sajnos a mérkőzés második felére ez kiütközött. Elfogytunk, hiányoztak azok a játékosok, akik mondjuk frissen a kispadról beszállva esetleg át tudják lendíteni a társaságot a nehezebb időszakon. Volt itt is 7 gólos előny is, tehát igazából nagyjából érezhető volt, hogy azért az Eger ezt a mérkőzést meg fogja nyerni, és az erőviszonyok alapján azért egy hazai mérkőzésen joggal várhattuk el azt is, hogy nyilván, hogy nyernek, de itt továbbra is azt mondom, hogy az lesz a visszavágón is a kulcs, hogy a frissesség az mennyire lesz meg, illetve melyik csapatnak lesznek nagyobb variációs lehetőségei. Igen, hát az, hogy mennyire lesz friss a társaság, igazság szerint múlt hét szerda óta nem volt mérkőzés, viszont most gyakorlatilag 24 órán belül lesz 2, hiszen csütörtökön Orosháza a Liga Kupa elődöntő visszavágó, pénteken pedig Szegeden, a Mulpik Szeged ellen egy bajnoki mérkőzés. Hát nyilván azért van ez így, azért lehet ez így, mert az Egernek nem lehet a realitás az, hogy pontot szerezzen a Tisza partján. A friss BL 8 közé jutott Szeged ellenében, viszont hát még szerencse, hogy előbb van az Orosháza meccs, mert hogyha kettő közül súlyozni kell, melyik a fontosabb, akkor azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy egyértelműen a Liga Kupa meccs. Még akkor is, hogyha azért a bajnoki szereplés általában minden esetben előrébb való, mint egy ilyen harmadik számú versenykiírás, ami a szezonban elindult pontvadászatok, vagy akármilyen kupák létét illeti. Hát Karcsi, te nem tudom, hogy mondtad, hogy utazol csütörtökön Orosházára, próbáltál engem is invitálni, de egyrészt nagyon messze van, másrészt hát azért más dolog is van. Mit vársz ettől a visszavágót, hogy említetted, hogy ha hattal nyertünk, és az maradt volna az érvényben lévő eredmény, az a 6 gól sem jelentene életbiztosítékot, nyilván ez az egy, ez még inkább nem, de hát Orosházán is lehet egyébként bármi, hiszen a két csapat elég közel van egymáshoz. Már nem kilométer ügyileg. Hát igen, a játékosok, ha egymás mellé tesszük az egyéni képességet, akkor én is azt gondolom, hogy
hogy azért ez egy kiegyenlített párharc. Tehát nagy különbség nincs a két csapat között, ami a bajnoki helyezések is mutatják, illetve a bajnoki eredmények is alátámasztják. Úgyhogy egy nagyon kiélezett meccsre számítok, ahol én azt gondolom, hogy egy-két klasszis megoldás, vagy egy-két egyéni megoldás, egy-egy jobb forma, jobb teljesítmény akár döntheti erre is, vagy arra is a mérleg nyelvét. A hazai pálya az természetesen a szurkolókkal kiegészülve azért az Orosháza mellett szólhat, ám azért amellett sem mehetünk el szólnék, vagy ne feledkezzünk meg róla, hogy a tervek szerint szurkolói buszt indít az Egri klub Orosházára, és hát bízunk benne, hogy megfelelő létszámmal tudunk egy olyan fajta, vagy a szurkolók tudnak egy olyan közeget varázsolni, egy olyan atmoszférát, ami mondjuk valamelyest kiegyenlítheti a orosházi szurkolók dominanciáját. Nagyon sok összetevős mérkőzésre számítunk, nagyon kiélezett párharcot, tehát nem tartom az Egert sem, vagy az Egert is képesnek tartom arra, hogy nyerjen Orosházán, mint az Orosházát is képesnek tartottuk arra, hogy nyerjen Egerben, tehát én ebben a tekintetben továbbra is azt gondolom, hogy egyértelműen ott majd egy-egy megoldás döntheti el a továbbjutást. A sérülésekkel hogy állunk, illetve azokkal a játékosokkal, akik ugye a korábbi hetekben nem játszottak? És akkor kérdezem azt is, hogy a Liga kupában mindenki szerepelhet-e papíron a csapattagjai, a kerettagjai közül, vagy mondjuk az évközben érkező igazolások közül van, aki nem lépett pályára? Nem, a Liga kupára nem érvényes. Ha arra gondolsz, hogy a Veszprémből érkezett játékosok tekintetében, vagy esetleg a Szlovákiából érkezett ukrán átlövő, mindenki játszhat a Liga kupában, tehát egyetlen egy dolog van, ami nehézséget jelenthet, hogy ugye van sérült, illetve eltiltott játékos is. Ugye az Andrej Petró személyében eltiltás miatt kell, hogy nélkülözzük a játékost, illetve Szabó Peti, illetve a Mennyhárt Máté bajlódik sérülésre, a többiek elvileg hadrafoghatók és bevethetők. Geri, nem akarjuk beléd ölni a szót, vagy beléd folytani a szót, csak azért, mert még ma nem szólaltál meg. És hát azért mindenképp tedd meg, ha már itt vagy, és eljöttél, és megtiszteled a műsorunkat. Ugye te ott voltál ezen a meccsen szintén, Karcsi mellett ültél, ha minden igaz, meg egy Heves megyei hírlap volt még esetleg közöttetek, de neked hogy tetszett ez a mérkőzés, meg hát ezek alapján ugye mind a kettőt látod, mit vársz a visszavágótól? Nagyon jó meccs volt, két fordulópont volt szerintem a mérkőzésen, vagy két olyan tényező, ami miatt nem sikerült nagyobb arányú előnyt kiharcolni szerintem. Az egyik, hogy azért nyilván vékonyabb volt, rövidebb volt a pad. Tehát, hogyha nevezett játékosokat nézzük meg a mérkőzést, akkor hárommal kevesebb volt nekünk. A másik pedig az, hogy ugye amikor ilyen hátrányban játszott az Orosháza, akkor azt a taktikát választották, hogy kapus nélkül plusz egy emberrel, plusz egy mezőnyjátékossal támadnak, és erre a mieink nem igazán tudtak reagálni. És így nagyon gyorsan visszajött a meccsbe az Orosháza. Szerintem ez volt egy olyan pont a mérkőzésen, ami miatt csak, hát mondhatjuk így a hat után, hogy csak egy góllal fordulunk. Nekem ezt azért annó elég kicsit sarkalatosabban adtad elő, hiszen példaként azt mondtad, hogy volt egy közelmúltban egy világesemény, egy Magyarországon rendezett Európa-bajnokság, ahol a dán válogatott csinált ezt a női válogatottunkkal, majdnem 60 percen keresztül. Az akkori dán válogatott szövetségkapitánya, aki most már ugye a magyar kapitány, Kim Rasmussen, kergette az őrületbe Németh András kollégáját azzal, hogy folyamatosan lehozta a kaput, és akkor azt nem tudta lereagálni a magyar csapat. Ezt a példát hoztad fel, hogy neked ez ilyen volt. Karcsi, tudsz egy picit azonosulni ebben, hogy bár akkor nyilván a dánok nyertek Debrecenben, most az Eger nyert Egerben az Orosház ellen, volt egy kis déjà vu érzésed neked ezzel kapcsolatosan? Azzal együtt, hogy elfogadom, amit Gergő mond, illetve Geri mond, mert nyilván van benne igazság, láttuk mindannyian a mérkőzést. Én azt mondom, hogy ez a kapus lehozatalos dolog, ez nyilván nem sült volna akkor. Ugye ezt a második félidő derekán, vagy második félidő nagy részében vetette be igazán az Orosház, és akkor már azért fizikálisan eléggé fáradt játékosok voltak a pályán, tehát azért azt is másabb lereagálni egy frissebb sorral, mint mondjuk egy olyannal, aki már végig robotolt mondjuk 40 percet, de feltétlen egyetértek abban, hogy valóban voltak ilyen momentumai mérkőzésnek, amikor ezt jól használta ki az Orosháza.
De azért kíváncsi lettem volna, mondjuk egy frissebb sorról ezt mennyire tudják kamatoztatni, mert azért ott már kijött az, hogy tehát jött a friss ember, jött az új ember, létszámba többet támadtak, vagy többen támadtak. Tehát azért ezt nehéz volt így ebben a formában lereagálni. Hogyha készül a csapat erre a taktikai variációra, ami a hétmezőny játékos lehetőséget illeti, és gondolom, hogy fog ezek után készülni, akkor azért, hogy is fogalmazzak, tehát lehet még egy fokkal nagyobb szanszunk arra, hogy meg lesz a továbbjutás, hiszen ahogyan itt fogalmazhatok, hogy nyilván ebből azért komolyat nyerni tudott az Orosháza, mert nem mindegy, hogy arról a mínusz hétről várhatja a visszavágót, ami egyébként kialakult a két csapat között is szerdán, vagy pedig ez a mínusz egy, ahogyan most jelen pillanatban várhatja. Tehát, hogyha erre felkészül a csapat taktikailag, és mondjuk esetleg tudja, hogy ezek után a gyors labdaszerzések után mi a megoldás, vagy hogyan lehet a 7-6 elleni, pontosabban 6-7 ellen kivérekezni, akkor ez lehet egyfajta újabb szansza az egyik továbbjutásra? Én nem gondolnám, hogy ez a fajta taktika fogja meghatározni a másik mérkőzést. Itt azért nagyon jó átlövők voltak, nagyon jó szélsők voltak. Csak mondjuk időszakosan, néhány periódusban, amikor esetleg bevállalja majd ezt az orosházai szakvezető. Ez épp ugyanúgy sülhet Egri oldalon is. Tehát ez egy játékelem. Most arról beszélünk, hogy gyors leindítások, vagy betörések, az is egy játékelem. Tehát azért a kézlabdától komplexebb, hogy most lesarkítsuk arra, hogy 6-7 ellen vajon majd hogy alakul a mérkőzés. Nyilván ez is egy fontos szempont, de én azt gondolom, hogy nem ez a kardinális kérdés, tehát nem ez fogja meghatározni. Itt sokkal inkább gondolok arra, hogy tehát mondjuk a helyzetkihasználás az mennyire lesz jó kapus teljesítmény. Azért láttuk, hogy az elmúlt mérkőzéseken, amikor a Rihárstokkel elkapta a fonalat hátul a kapuban, sorra jöttek a védések, akkor azért az egy fajta stabilitást, erőt adott a csapatnak. Tehát ezek azon, hogy talán fontosabbak, mint az most mint 7-6 ellen éppen hogy támadunk. Meglátjuk. Én abban érzem, tehát én azt gondolom, hogy az lehet nekünk a nyerő taktika, hogyha azok a játékosok, akik nálunk meghatározó embereknek számítanak, gondolok itt ugye az előbb említett Stokőrre, gondolok itt mondjuk Antlőre, az ukrán srác, a Szadovíra, az Aflitulinra, a Dobó Zsoltira, ha nekik azt gondolom, hogy jól megy a játék, akkor jöhetnek itt 7-6 ellen, 8-6 ellen is, most csak hasamra ütöttem, nekik azt gondolom, hogy kevesebb sanszuk lesz. Azt hogy gondoltad? A 8-6 ellen, hogy mondjuk a Radoslav Antül hirtelen beöltözik orosházi mezbe? De nem ezt fogja meghatározni, én azt gondolom. Hát ez biztos nem. Jó, hát kíváncsian várjuk az orosházi visszavágón, hogy milyen eredményt ér el az Eger SB és Eszterházi. Mint ahogy arra gondolom, azt is kíváncsian várjuk, hogy egy nappal később Szegeden milyen helytállással találkozhatunk majd, de még egyszer mondom, azért ott nem reális az, hogy nekünk akármilyen sikerélmény is legyen abból a meccsből. Más kérdés, hogyha egy tisztes helytállás van, akkor az azért jelenthet sikerélményt. Sikerélményben, hogy már ennyiszer mondjam el ezt a kifejezést, a női kézilabda csapatunknak nem volt része Kecskeméten, ahol az NB1B keleti csoportjának hétvégi rangadóját rendezték. A 20. fordulóban a listavezető otthonába látogattak a lányok, és hát azok után, hogy össze 33-31 arányban sikerült őket felülmúlni az Eszterházi csarnokban, nyilvánvaló egyrészt tartottak tőlünk a kecskeméti lányok, másrészt pedig a miénk is úgy utaztak a listavezető elleni rangadóhoz, hogy miért is ne lehetne idegenben is megszerezni a két pontot Marosán György együttesével szemben. Geri, te ott voltál a helyszínen, ott volt az Eger Bulls szurkolói csoport is, nyomot is hagyott, jó hangulatot természetesen, és hát sajnos vereséget szenvedtek a lányok, 33-28 lett a találkozó vége. Hogyha a tapasztalatokról, benyomásokról és tanulságokról beszélünk, Geri, akkor te mit tudnál kiemelni, és mi az, ami a leginkább megmaradt benned? Hát, a hazaúton kívül, mert ugye a csapattal együtt utaztál, és igen. Gazdagodtál mély beszélgetésekkel. Pontosan, egyébként az egyik ilyenre tudnék utalni, ahol pont arról beszélgettünk, hogy azt érezték a lányok is belülről, hogy az elején, mint hogyha egy feljebb lévő sebességben játszana a Kecskemét. Azt hittem, hogy azt fejtették ki, hogy hiányoztam nagyon a kecskeméti meccs, és hogy ez lehetett az oka. Többször hallottam a fenyő kifejezést, tehát így, ez így van, de ettől függetlenül tényleg a Kecskemét valahogy sokkal gyorsabban és dinamikusabban kezdte a mérkőzést, és el is szaladtak talán 5-1-re, úgyhogy jól emlékszem.
Egyszer volt még egy olyan periódus a mérkőzésen, hogy talán 8-8-ra feljöttünk, akkor még úgy lehetett volna gondolni azt, hogy visszajöttünk a meccsbe, de én mondjuk... Hát meg ugye a szünet előtt pár perccel ugye 13-12 volt, és onnan kaptunk zsinórba 3-at, így lett 16-12 a fél idő. De én tényleg laikusként azt mondom, kézilabda szeretőként, hogy egri szurkolóként ráadásul, hogy bármennyire is volt X, meg tényleg közel voltunk, én nem éreztem a meccsben azt, hogy meg fog fordulni, sajnos. De ettől függetlenül egyébként nem úgy jöttünk haza, mint mondjuk a Szeged elleni vereség után, ami volt morálisan, hanem játszottak tényleg egy rendkívül jó meccset a listavezetővel, sajnos az eredmény az nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, de ebből lehet meríteni egyébként, úgy gondolom, a következő hetekre. Igen, hát mondjuk a szegedi vereség után nem tudom, hogy honnan tudod, hogy milyen morális lelki állapotban jöttek haza a lányok, mert nem voltál ott. Nem, és nem is meséltek Egerben, tehát nem is tudtak hazajönni, de hogy nem is úgy értettem, csak például... Szegedi vereséget mondtál csak azért, hogy kötözködjek egy picit. Szeged elleni vereséget mondtam, de majd visszahallgatjuk, megnézzük. Szegedi volt. Na, mibe fogadjunk? Jó, tehát akkor az itthon jó. Játszott Szeged elleni vereség. Így már oké. Rendben. Hát ugye a Kecskemét meccs, tudtuk jó, hogy nehéz a meccs lesz, tudtuk azt, hogy nem mi vagyunk az esélyesek. Viszont a Kecskemét tényleg, hogyha a tabellára nézett, és ugye azt figyeltem meg, hogy a második Szeged KK-se két pontra van mögötte, az egymással eredményekben pedig jobbak a Tiszaparti lányok, ezért azt gondolom, hogy mindenképpen tarthattak tőlünk, hiszen ősszel ugye itt megfáztak, ugye tavaly is nyerni tudtunk Kecskeméten, a tavalyi bajnokságban, akkor ugye ősszel játszottunk ott, azt hiszem 34-31-re nyertünk, és akkor egyet cseréltünk, akkor még Őri Ildikó itt játszott, és ő volt az egyetlen csere, akit bevetett Hegedűs Tibor. A meccsről többek között erről is beszéltünk egyébként vele, hogy valószínű most sem lesz sok csere. Hát most több volt, de nem is legyőzelem. Karcsi, te valahol ezt úgy érezted, hogy itt azért nem fog túl sok sót megenni a csapat? Mert nyilván, amikor előzetesen beszéltünk a mérkőzésre, akkor ugye azt vontuk le konzekvenciaként, hogy ugye teher nélkül játszhatunk, és ez talán nekünk kedvezőbb, mert ugye az elmúlt mérkőzési tapasztalatai azt mutatták, hogy amikor komoly tételbíró meccset kell játszanunk, akkor azért megremegett a kéz. Hát én azért voltam kíváncsi erre, hogy valóban ezt a hullámot úgymond meg tudjuk lovagolni, és mondjuk az esélytelenebbek nyugalmával tudunk pályára lépni, mert azért valljuk be, hogy a képességek tekintetében azért nem állunk rosszul, tehát azért jó játékosok alkotják a csapatot, akik adott esetben akár képesek kimagasló teljesítményre is. Hát úgy tűnik, hogy a Kecskemét azért nem rogyott meg, mert hát ők azért látszik, hogy magabiztosak, és tehát ezeket a rangadókat, amik úgymond nekik is 4 pontos meccsek, ezeket be tudják húzni. És azt gondolom, hogy ez különbözteti meg az igazi bajnok esélyes csapatokat, mondjuk azoktól, akik esetleg talán kevésbé érhetnek oda. Érdekes egyébként, amit mondasz, hogy ők nem remektek, meg be tudták húzni, csak egy érdekes szegmensre hívnám fel a figyelmeteket a meccsnek. A kapus teljesítmény, én azóta beszéltem Györfi Szandival, az Egriek kapusával, és ő mondta, hogy hát mások is mondták, hogy valószínűleg a szezon leggyengébb produkciója volt tőle, ami nyilván benne van, tehát mindig nem lehet jól játszani, de pont tegnap este beszélgettünk, és azt mondta, hogy hát hogyha mondjuk egy közepes szintű védést hozna, már akkor esetleg ez a meccs meg lehetett volna. És hát érdekes, tényleg csak egy szegmensről beszélünk, Hegedűs Tibor is a védekezést, a kapus teljesítményt nyújtottak, vagy emelte ki, hogy sajnos ott hátul maradtunk el attól a szinttől, ami kellett volna, ami szükséges lett volna a győzelemhez, mert 28 góllal Kecskeméten, amit szerzett a csapat, azzal azért lehetne egy meccset nyerni, hogyha stabil vagy hátul. Na mindegy, ez már elmúlt, minden esetre azt gondolom, hogy a bajnokságból hátralévő 6 mérkőzés, hiszen még ennyi van. Itt azért még alaposan fel van adva a lecke, már csak azért is, mert a kézilabda szegedese otthonában nyerni tudott az Orosháza. Ezzel 1 ponttal megelőzött minket, és ugyan a Göd óriási meglepetése kikapott Nyíradonyban, tehát ezt azért nem sokan gondoltuk volna. Ugyanannyi ponttal állnak a tabella jelen pillanat most 5. helyén, mint mi, viszont tudjuk, hogy a bajnokság végén az egymás elleni eredmény számít, és abban jobb idegenben lőtt több góllal jobb a Göd. Tehát jelen pillanatban most lenne vége a szezon, akkor 5. lennénk, mondom, van még 6 forduló, de hát azért most már nagyon nem lehet hibázni, hiszen azért az élcsapatokkal játszottunk mindenkivel, a Kecskeméttel, Szegeddel, Orosházával, Göddel, hát jön majd egy pénzügyi és egy Fradi elleni idegenbeli, akiktől ugye itthon kikaptunk, szóval hát most már igazából nem lenne szabad pontokat hullajtani ahhoz, hogy meglegyen a bronzérem. Most már nem a mi kezünkben van a sorsunk, hogy így fogalmazzak, mert azért
többi csapat, akik előttünk állnak, azok azért nem véletlenül állnak ott, tehát ők azért, ők is legalább olyan jók, mint mi. Hát igen, ezek a rangadók, amiket az előbb említettél, azt mondom, hogy ezek lesznek vízválasztók, ezek döntik el, hogy tudunk följebb lépni, vagy adott esetben maradunk a helyünkön, vagy maradunk a jelenlegi pozícióban. Hát ezek rangadók, ezekre kell igazán majd összpontosítani, aztán kihozni belőle, amit ki lehet. Ugye vasárnap jön a hajdúnánás, ami azt gondolom, hogy most egy picit megfordul a történet, hiszen talán ez a forduló lesz az, amikor nem is a felnőtt meccs olyan fontos, mint a junior. Gondolok itt arra, hogy a lányok, mivel nyertek Kecskeméten 36-26-ra, így az idei 20. meccsüket is megnyerték, 20-ból 20-as mérleg, 100%-osan állnak a lista élén az egri juniorok, és a hétvégén az a második hajdúnánás érkezik hozzánk, akiket, hogyha sikerül legyőzni, akkor megvan a bajnoki cím. Szóval vasárnap 15 órától ilyen szempontból is érdekes lesz, és érdemesebb lesz hamarabb kilátogatni az Eszterházi csarnokba. Hát egy nagy ünnep készül ott fent, és hát azért ez tényleg egy kuriózum lenne, hogy ennyivel bajnokság vége előtt egyrészt meg lehet nyerni a bajnokságot, másrészt pedig hát nyernek a lányok itt a közvetlen riválisuk otthonában, akkor azt gondolom, hogy esetleg még az is benne lehet a bajnokságban, hogy egy 100%-os aranyérmet tudjanak szerezni. Nem tudom, hogy ti terveztek-e, Geri, te tudom, hogy jössz fel a csarnokba, Karcsi, terveztél a vasárnapi programot, hogyha igen, akkor belefér egy esetleges bajnokavatás? Nem tudom még, tehát nem akarok felelőtlenül ígérgetni, vagy esetleg olyat mondani, hogy ott leszek, nem tudom. Minden esetre, amit te is mondasz, én is azt gondolom, hogy azért ez egy kuriózum, számba menő esemény, és mindenféleképpen egy olyan tett, azt gondolom, amit azért bárhogy is, azért bármilyen bajnokságról, bármilyen sportágról is legyen szó, azért 100%-osan lehozni, az mindenféleképpen nagyon nagy dicséret. És hát most ugye a hajdúnánást előbb említett, egy 6 fordulóval a bajnokság zárása előtt bebiztosítani egy bajnoki címet, hát az igencsak megsüvegelendő teljesítmény. Hát büszkék vagyunk rájuk. Ma hát akkor ennyit a hétvégéről. És a kézilabdáról, most már vízilabdázunk, már csak azért is, mert az elmúlt szombaton befejeződött a férfi OB1-es bajnokság középszakasza. Cetefeger Szolnok rangadónál, ugye ennél nagyobb rangadót ki sem lehetett volna találni, ennél komolyabb izgalmokat a középszakasz zárásoként nem lehetett volna elképzelni, és hát óriási sikert arattak a miénk, 8-5-re sikerült felülmúlni a bajnoki címvédő Szolnokot, 5 gólon tartottuk a világ egyik legjobbját. Hát azt gondolom, hogy innentől kezdve határa csillagos ég, azt gondolom, hogy a fiúk most elég magasra tették a mércét, és hát ezzel a győzelemmel ugye a középszakasz első helyén zártak az egriek, ami azt jelenti, hogy a pálya előnye a rájátszásban folyamatosan minket illet majd. Tehát most elsősorban a Fradi elleni elődöntőre kell majd fókuszálni, ami egyébként jó időpontban lesz a TV közvetítésnek hála, húsvét vasárnap, tehát április 16-án este 19:30-kor. De hát bízunk benne, hogy hoz még a nyuszi vagy 3 pontot, és akkor megvan a döntős pozíció. Hát ez így van, ritkán szurkolunk a Fradi ellen. Hát igen, most hát, kerüljük is a témát. Most az egyszer igen, de visszatérve tényleg a Szolnok elleni győzelemre, sajnos nem láttam a meccset, de voltál olyan rendes, hogy küldted az eredményt nekem, miközben ment ugye a kézilabda mérkőzés Kecskeméten. Már te is küldted nekem az igen, eredményt. Igen, tehát így oda-vissza Bartelbe dolgoztunk, jó volt. És hát egészen elképesztő volt tényleg azt figyelni, hogy nem csak az, hogy nyerünk, hanem hogy mennyire kevés gólt kapunk egy Szolnoktól, a világ egyik, hanem a legjobb csapatától. Nem a legjobb. Azon, hogy egyik, ha nem a igen. legjobb, de azért ott van szerintem a top 5-ben mindenféleképpen. Hát ott biztos. És tényleg ez így, ráadásul úgy, hogy ilyen komoly tétje volt, tehát biztos, hogy a Szolnok nagyon akarta ezt a győzelmet. És hogy innentől kezdve szerintem már, ahogy írtátok a Facebook oldalon is, a Cetefeger oldalán, hogy akkor irány a bajnoki cím, tehát akkor innentől kezdve hát már... Igen, ugye az, hogy a pálya előny minket képez, és azért azt jegyezzük meg, hogy tényleg még a következő állomás az, hogy a 7 pontig tartó elődöntőben, ahol mi a Fradival ellen 4-1-re vezetünk, elég egy hazai győzelem, amivel 16-án ugye be lehet húzni a finálét, vagy a fináléba jutást. Még be kell jutni a másik oldalon, viszont a Szolnok OSC párharc 3-3-ról indul. Ugye ott Vince Balázs edző lemondott, ott új edző van most Tóth László személyében, tehát azért a Szolnoknak több meccs, legalább egy meccsre többet fog játszani, de ott lehet még 3 meccs is az elődöntőben.
tovább kell lépni, viszont itt a pályaelőny jelentőségéről legyen elég annyi, ugye tavaly, mikor a bajnokság döntőjében egy 5 meccses csatát vívtunk a Szolnokkal, akkor a mindent eldöntő ütközetet a Tiszapartján rendezték. Hát hogyha adott esetben most egy Eger-Szolnok döntő van, és 5 meccses finálé lenne, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy azt a Tisza Ligeti vízilabda arénában, vagy itt a Bicskeiben rendezik, hiszen azért ott a lélektani előny, a hazai közönség biztos, hogy nagyban segítené a csapatot. Bár még ugye nem tartunk ott. Egy gondolat elég így visszakanyarodva a Szolnokra. Természetesen is azt gondolom, hogy ez egy nagy győzelem, de maradjunk azért a realitás szerint, ez egy részsiker. Tehát azért még nem tartunk ott, hogy pezsgőt bontsunk. Mindig nem képes elrontani. Nem? Mindig. Nem, de mindig előjön. De gyakorlatilag egy olyan, tehát úgy beszélünk a Szolnok legyőzésről, mondom, abszolút egyetértek a dicséretekkel, meg mindent megérdemel az Eger, de azért maradjunk a realitások talaján, tehát még azért vannak meccsek, amiket be kell húzni, és tehát ez a győzelem semmit nem fog érni adott esetben, hogyha a későbbiekben meg elbukunk. Tehát ez egy folyamat, aminek majd a csúcspontja lesz az, amikor elhódítjuk a bajnoki címet. Na, de mi is ezt mondtuk. Igen, csak azt mondom, hogy azért ez egy olyan fontos része volt ennek a folyamatnak, hogy, igen, hogy igazából egyetértünk. Igen, egyszer játszottunk Szolnokon, kikaptunk, egyszer játszottunk itthon a Szolnokkal, nyertünk. Tehát hogyha most az Eger döntő Szolnokról majd, ha beszélünk, hogyha így lesz, mert pedig a papírforma ezt hozza, akkor ha ugyanígy folytatódik a menetrend, akkor az azt jelenti, hogy 5 meccses döntőben mi leszünk a bajnokok. És azért ilyen szempontból, ilyen jelentőség mellett egyáltalán nem mindegy a pályaelőny. Hozzáteszem, a tavalyi fináléban is nyertünk mi Szolnokon, meg a Szolnok is nyert Egerben. Tehát ezt sosem lehet tudni, de azért ez egy komoly és lélektani előny, hogy itt van a kezdés. Abszolút, én is egyetértek, amit előbb elmondtad, tehát azért mentálisan ez mindenféleképpen kell, hogy erősítsen bennünket, és nyilván a Szolnokiakban is benne marad, hogy azért ők se verhetetlenek, tehát ők is érezzék meg azt, hogy azért vannak még csapatok rajtuk kívül, akik esetleg beleszólhatnak ebbe az általuk majdnem, hogy biztosnak vélt bajnoki címbe. Tehát jó az, hogyha néha megy egy fricska, de én azt gondolom, az igazi fricska az majd a döntőbe kell, hogy jöjjön. Meg és, a BL-ben. És, ott is összekerülhet. És természetesen a pályaelőny az egy nagyon fontos része a bajnoki döntős csatározásoknak, akár a mérleg nyelve is lehet, de ugyanúgy lehet mondjuk a mérleg nyelve az is, hogy mondjuk a döntő szituációban kik lesznek azok a játékosok, akik majd föl tudják vállalni a jó döntést is, és ki tudják, kivitelezhetővé teszik mondjuk a gólszerzést. Tehát ez egy nagyon összetett dolog. Örüljünk annak, hogy most itt tartunk, mert tényleg amit korábban beszéltünk, hogy mi a cél, azt gondolom, hogy lépésről lépésre haladunk afelé, és abszolút optimisták lehetünk. Hát így állunk a bajnokságban, rendkívül jól. A következő meccs, ahogy említettem, április 16-án vasárnap a Fradi elleni elődöntőn, ahol, hogyha nyerünk akár 5 méteresekkel is, hiszen ugye már nincsen döntetlen a rájátszásban, akkor megvan a finálé, ezért szurkolunk, viszont ma este azért szurkolunk, hogy 7 órakor kezdődő Cetefeger Partizán Belgrád bajnok ligája mérkőzésen meglegyen a Final Six-es pozíció is, hiszen 4 ponttal vezetünk a Barcelona előtt a 3. helyen, ugye az első 3 jött be a 6-os döntőbe, amit Budapestre rendeznek majd májusban, és hát amennyiben a Partizánt ma megverjük, úgy biztos, hogy már nem érhet minket utol senki a mögöttünk lévő csapatok közül, tehát legrosszabb esetben 3. helyen tovább jutunk a 6-os döntőbe. Idegenben ugyan nyerni tudtunk Belgrádban 1 góllal, azt gondolom, hogy most is bőven mi vagyunk az esélyesek, egy nagyon fiatal Partizán Belgrád érkezik, amely csapat hétvégén az Adria Liga döntőjében 18-4-re kapott ki a Dubrovniktól, tehát azért ez is egy előre mutató eredmény, de mégsem ebből kell kiindulnunk. Hát azt gondolom, hogy ez most egy olyan lehetőség itthon, a Partizán ellen véletlenül teltház előtt jó formában, hiszen ugye a Szolnokot 8-5-re vertük szombaton, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel egyszerűen nincs mese, élni kell, és itt azt gondolom, hogy máshol nem is beszélhetünk, csak arról, hogy itt kötelező, és mindenképpen nyerni kell. Hát ez teljesen így van, és hogyha jól tudom, akkor remélhetőleg nagyon sok egyetemista hallgató is részt vesz ezen a mérkőzésen szurkolóként, hiszen szervezett módon ugye biztosította ezt a klub. Ez pontosan hogy is volt? Hát az egyetemi hallgatóknak most egy ilyen lehetőséggel állt fel a klub, hogy diáigazolványuk felmutatásával ingyen megtekinthetik a mérkőzés. Nyilván egy kicsit ilyen fertőzés jelleggel, hogy szeressék meg a hallgatók is, és minél többen járnak ki a meccsre. Ez jó kezdeményezés, az biztos. És hát én azt gondolom, hogy rajtuk kívül is ezért elég sokan lesznek. Ha más nem, Geri, te tudom, hogy biztos, hogy jössz. Karcsi, te tervezted kijönni? Igen. Tervezted kijönni? Igen.
hát akkor hárman már megyünk. Sőt, igazából, hogyha bármilyen jelet tudnak a vezérlőben ülő kollégák is most nekünk adni, hogy ott lesznek a mérkőzésen, akkor azt égi jelnek veszik, hogy igen, ők is jönnek. Jönnek egyébként, de jelet nem kaptunk. Szóval tényleg azt gondolom, hogy most a város kicsit újra kezd megint pólólázba kerülni. Hát közeledik a szezon vége, és hát általában Egerben így szokott lenni, április-május környékén indul be a nagy vízilabdaláz. Hát nyerni kell, nincs mese. És akkor, hogyha a Rekko megveri otthon a Dubrovnikot, amire megint nagy esély van, akkor majd egy néhány hét múlva úgy érkezteti a címvédő Jú Dubrovnik, hogy ha sikerül őket is megverni, akkor második helyen zárunk. Kvázi az A csoport harmadik helyezettjével játszhatnánk majd a négy közéjutásért, de ez még nagyon messze van, egyelőre verjük meg a Belgrádot. Mindig a következő feladatra kell koncentrálni, ez egy nagy közhely, de általában Mr. Zombori. Azt gondolom, hogy ez ebben a helyzetben is ül. Hát független a Szolnok meccstől, azért mindig mondjátok, hogy pessimista vagyok, de én nem vagy pessimista, hanem óvatos. Igen, és ezt most is fenntartom, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon kiélezett meccs lesz, és tényleg apróságok fognak dönteni. És független attól, hogy arról is beszéltünk, hogy ugye a Partizán számára már különösebb tétje nincsen ilyen szempontból, tehát ők már azért lemondtak a továbbjutásról, de azért én azt gondolom, hogy ők azért a szerb mentalitást ismerve nem gondolnám, hogy majd feltett kézzel jönnek, és akkor asszisztálnak ahhoz, hogy az Eger biztosítsa helyét a Final Six-be. Ez egy nagyon komoly meccs lesz, egy nagyon kiélezett meccs. Hát meglátjuk, hogy mennyire tudjuk átmenteni azt a formát, amit a Szolnok ellen mutattunk, mert azt gondolom, hogy az a játék, az a védekezés, az a szervezettség, az mondjuk egy Partizánnal is játszom, bárhogy elégnek kell, hogy legyen a győzelemhez. Na hát akkor ebben bízunk, hogy ma este Cetefeger Partizán Belgrád 19 órától a Bicskei uszodában, egyébként tévés meccs is, de ezt inkább felejtsük el, aki teheti, az préselődjön be az uszodába, aztán szurkoljuk ki a fiúknak az újabb hatos döntős szereplést a Bajnokok Ligájában. Mi a fiúkkal így teszünk, reméljük, hogy minél többükkel találkozunk majd ott, hiszen most kikapcsolják a Lícom televíziót, amire egyébként alapjáraton nem buzdítanék senkit, de most az egyszer elnézzük, hogyha tényleg az uszodába mennek az emberek. Köszönöm, fiúk, hogy itt voltatok, jövő héten találkozunk, bízva abban, hogy itt már Bajnok Ligája továbbításról fogunk tudni beszélni, no meg egy Liga Kupa döntőről, és egy női junior kézilabda bajnoki címről. Viszontlátásra! Hát Péter lépést reklamált. Padla, lőni kell, padla, gól! Vastus poén. Fel az utolsó fél percen Kovács megilleve, Orzsámje! Hoppá! Alacsony ez a kis rác 11-esben, akkor a gólt lőtt, kicsit szusszanunk, aztán folytatjuk a második fél időben.